alkalmasabb a fogyasztásmérése, mint a kinti fogyasztásmérés, a repülőstartos, mivel itt az időjárás nem befolyásolja a mutatókat, és sokkal pontosabb mérés érhető el, és így a kisebb hibák is előkerülnek, ami a kinti mérésekkel nem hozható előtérbe. A fogyasztást, a műszer azt jelzi, hogy egy liter üzemanyaggal mennyi kilométer tud megtenni. Ez változó. Kobapadot, a Szolnok megyei KPM üzemanyag fogyasztó bemérő állomásként nevezte ki a Jászkíséri Lenin TSZ-ben. Itt az elmúlt évben közel 1000 tehergépkocsi fogyasztás mérése történt, mert ekközül közel 40% gépkocsi megfelelt, és 30% gépkocsit itt kisebb beszabályozásokkal meg tudtunk javítani. Adatlapja, amely tartalmazza a dátumot, a megrendelőt, a forgalmi rendszámot, a jármű típusát és a motorszámát, valamint a mérési eredményeket. Mérés. A fékpadra való ráálláshoz szükséges a rögzítő fék, amelyet elektromosan vezérlünk a kezérlőpulttól a rögzítő fék feliratú gombbal, és ez egy levegővel működtet egy olajtárcsás féket. Ezután ellenőrizni kell a gumikban a nyomást, megfelelő-e a nyomás. Ezután ki kell ékelni a kerekeket, mindkét első kereket, mindkét irányból. Utána föl kell szerelni a gáz elszívó csöveket, majd be lehet kötni az AF3-as átfolyásmérő műszert. Az adagoló és a szűrő közé. Valamint le kell vakolni a nyomásszabályzó szelepet, és a műszerbe bevezető csőhöz kell csatlakoztatni egy nyomásszabályzó szelepet, ami a légtelenítést és a nyomást szabályozza. A mérésnél először meg kell választani, hogy a gépjárművet hanyas terhelő karakterisztikai fokozatba kell mérni, ez jelen esetben 4-es. Ezután, hát itt a V-négyzet szabályzó kell lenni a gombnak, utána a gépjárművet föl kell kapcsolni a direkt fokozatban, folyamfokozatosan, és teljes gázon kell pörgetni, hogy a dózisát meg tudjuk mérni, mivel ez az előnyös, hogy mire a fogyasztás mérésre kerül a sor, akkor eléri az üzemi hőfokot a gépjármű. AF3-as átfolyásmérő műszer, a műszerbe bevezető ág a szűrőhöz van csatlakoztatva, a kivezető ág pedig az adagolóhoz. Tehát a gépjárművel fölkapcsolunk a direkt fokozatba. Állítjuk a műszert, a dózis
benyomásával, majd a mérésindítással indítjuk el a műszert, amely utána automatikusan kijelzi a mért eredményt. Ez literbe azt mutatja meg, hogy egy liter mennyiségű üzemanyaggal mennyi kilométer tud megtenni a gépjármű. Befejezése után célszerű pár percig járatni a gépjárművet. A bemérés folyamán megállapítottuk, hogy a IFA teherkocsinak az üzemanyag fogyasztása megengedettnél nagyobb, és az első ellenőrzés a bemérés után az előgyújtási szögnek az ellenőrzése, hogy az megfelelő-e. Alkalmával a közlekedési felügyelet megadja a HP 100-as fogyasztás mérő próbapadnak a tüzelőanyag fogyasztás értékelő jellegörgőjét. Jelen esetben az IFA V50L típusú tehergépkocsit mértük 40, 50, 60 és 70 km/h sebességnél. A minimális érték, amit el kellene érni 40 km/h sebességnél ennek a gépkocsinak, 7,05 km 1 liter üzemanyag elfogyasztásával, ezzel szemben ez 6 kilométert tud megtenni. A 50 km/h sebességnél az 5,9 érték helyett 5,1, a 60 km-es sebességnél 4,8-al szemben 4,1, és a 3,85 helyett 3,3. Tehát minden sebességfokozatban az üzemanyag fogyasztás az magasabb az előírt értéknél. Szerepel a jelleggörbéknél a H1 és a H2 vonalnak vonal közötti sávban lévő fogyasztási értékek azok, amelyeket el lehet fogadni. A H2-es érték az, ami kiváló fogyasztást jelent, és a H1-es érték az pedig a megengedett fogyasztásnak a minimumát jelenti. És hát itt különféle típusokra, különféle jelleggörbék vannak kimérve, megadva, és ezek alapján történik a fogyasztásnak az értékelése. Az Elkon SD 302-es műszerrel mérik az előgyújtás szögét az ifáknál. Alapjáratnál az előjét előgyújtás 24 fok, és jelenleg 22, 20 fok. Jelenleg az előgyújtás az 4 fokkal alacsonyabb, tehát 20 fokot jelent. Névleges fordulatnál az előgyújtás 31 foknak kell lenni. A névleges fordulaton mért előgyújtási szög a mérés eredményeképpen 26 fok, tehát az előgyújtási szög a szükségesnél alacsonyabb mind a két esetben. A Szegváron bemutatott
KKM 500-as közúti környezetvédelmi műszert bemutattuk, most pedig gyakorlatban üzem közben próbáljuk bemutatni. Jelenleg a szénmonoxid térfogat százalék méréseit végezzük. A műszer egyik jellemzője az, hogy mobilban üzemeltethető, tehát akkumulátor tápfeszültségről működik, tehát a közúton hálózati áramforrás nélkül lehet használni. Jelenleg a Lada személygépkocsinak a szénmonoxid értéke 2,9%, amely a digitális kijelzésen látható. A műszer az értékeket, amelyeket majd még ezután is fogunk mérni, tárolja, és a mérések után két példányban a kiírójával kiírja. 1988. január 1-től a járműveknek a zajszint mérése is kötelezővé válik, és ehhez a környezetvédelmi közúti ellenőrző műszerhez egy zajmérő berendezés is csatlakoztatásra került, egy NDK Robotron gyártmányú zajszint mérő, amely a 80 és a 100 decibel zajszint mérésére van bekalibrálva. Ennek az érzékenység, ennek a műszernek a szakemberek szerint megfelelő, és az előírt fordulat számok alapján kell mérni különféle típusú motoroknál a zajszintet. A zajszintmérés részben a környezetvédelmi előírásokat határolja be. Ezen kívül több mérés sorozat alapján a motoroknak a műszaki állapotára is lehet következtetni. Hasonlóképpen a teher gépkocsik és a traktorok motorjainál és a zajszintmérésből adott esetben a motor állapotára is lehet következtetni. Jelenleg 52 decibel zajszint van az alapjáraton dolgozó Lada gépkocsi mellett. Na most, ha közelebb kéne vinni és csinálni... Közlönyben megjelent a 9/1986-os számú rendelet 1/M melléklete, amely szerint a motoros járművek által keltett belső zaj megengedett határ értékei. A Lada gépkocsinak a fogyasztás mérését mutatjuk be ezen a próbapadon. Van hozzá egy mérőműszer, ami mutatja a vonóerejét a gépkocsinak dekanótonban, mutatja a sebességét és a gépjárműnek a fogyasztását. A gépjármű az egy görgőn van elhelyezve, amint lehet látni, a hátsó függővel vagy az elsővel attól függ, milyen hajtású hajtja a görgőt, és itt a kilométer órát is ugyanúgy lehet hitelesíteni, mint közúton például stopper órához. Hát most megpróbáljuk akkor növelni a sebességet, bemelegíteni az autót. Forgassad egyet neki. Jó, 40-re álljál rá. Tehát közben meg lehet győződni a sebességről, ráállt 40 km-es sebességre, és akkor most a kilométer órát le lehet hitelesíteni. Tehát a gépjárműnek a kilométer órája tökéletes, a terhelése per pillanat 3 decinótonnal van. A fogyasztásmérést azt még most nem bírjuk bemutatni, mert az átfolyásmérő nincs bekötve, csak a terhelést és a sebességet. Egy kerékösszetartás mérő készülék, ezzel tudom összeállítani a kereknek a összetartását, dőlésszögét és csapterpesztését. Hát itt ez a mérőműszer, ez optikai mérőműszer. A mérőműszerrel, most csináljam? Igen. Tehát fölkapcsolom, és a keréknek az ütését kiküszöbölöm. Aztán hátra viszem a jelet. A hátsó keréken található mérő vonalzóra, és ezt beállítom úgy mindkét oldalon, hogy egységben legyen az két első kerék. Azután
ráhozom a jelet erre a mérővonalzóra, kiélesítem, és beállítom hozzá a mérővonalzót a jelhez. Ezt megismértem elől is, és utána a másik oldalon olvasom az értéket. És ha olvastam az értéket, akkor megtudom, hogy jó-e a kerék összetartás, vagy pedig rossz. Jelen esetben most hogy néz ki a kerék összetartás? Hát jelen esetben a kerék összetartás, ahogy mértem, az nem jó, hanem nagyon sok az összetartása. Tehát a Polski Fiatnál 3 plusz mínusz 1 mm lehet, most jelenleg 8 mm az összetartása. Hát azt elmondtam az előbb. A leolvasást azt az első mérőrúdon tudom elvégezni, úgyhogy viszonyítom ehhez a két nyílhoz, és akkor a másik oldalon leolvasom a skáláról a számot, a beosztást. Állítottam a személygépkocsihoz a megfelelő távolságra és osztáshoz, meg jelekhez a műszereket, és a leolvasást pedig itt tudom végezni, úgyhogy ezen a mérőrúdon beosztások vannak, ahogy látható is. Itt látható, hogy 23,5, aztán előrehozom ezt az optikai mérőműszert, elő pedig azt tudom olvasni, hogy 16. Most ennek körülbelül 7,5 mm az összetartása. Ezeket az összetartásmérést ezt el tudjuk végezni tehergépkocsikon is, mert megvannak hozzá a szükséges felszerelés. 3-4-es kerékcentrírozó, kiegyensúlyozó gépet, ezen személygépkocsik kerekeit lehet kicentírozni, mellette pedig itt látható a PG1060-as gumiszerelő készülék, amivel sokkal könnyebben lehet, mint a hagyományos kézi módszerrel szerelni. Ez tartozik egy másik adagoló beállító helység, ahol két adagoló próbapadunk, Farkas Berti szakszerelünk dolgozik. A műszerpartnak egy részét ő kezeli, itt vannak elhelyezve, és az adagolójavítások nagy része itt történik, egy része, másik része történik a tehergépkocsi fékteremben. Itt azok a feltételek rendelkezésre állnak, amelyek ennek a munkának az elvégzéséhez. A szervizdiagnosztikai műhely dolgozóit szeretnénk bemutatni, akiknek nagy része volt abban, hogy ez a műhely így kialakult, és ezeket a munkákat tudjuk elvégezni. Farkas Bertalan állít az Elkon SD300-as mellett, Szabó István szerelő mellette, Szérze Géza, Kovács Gázson, Bodor János, Farkas László és Szakál Sándor, aki szervezi, összefogja itt a szerviz műhelynek a munkáját. További sok sikert kívánok a kollégáknak, még nagyobb eredménnyel elkezdődik. Március 10-e van, téli gépjavítás vége felé járunk. Kijavítottunk körülbelül 40 erőgépet, amelyik műszaki szemlére ment, és éppen ezért a gépjavítások, a talajművelőgépek maradtak a végére. Már kijavítottunk 2 Rába 180-asat és 2 darab Rába 145-öset, amelyikre a Hunipert is felszereltük. A harmadik Rába van itt szétszerelve, melynek a közepét, a csuklóművet javítják, és a sebváltó is meghibásodott, az is javítva van. Nem mentek műszaki szemlére, most tavasszal kerülnek javítás alá. Itt vannak a MTZ és UH-50-es erőgépeink. A főjavítását sajnos van úgy, mikor csak ilyen nagy javítással tudjuk elvégezni, ebbe is például motorcserét kellett végeznünk. Meghibásodás oly mérő volt, hogy a javítása már máskülönben nem volt gazdaságos. Javításba céltermizálást alkalmazunk, a bizonyos összeg meghatározva is, ha az munka időbe elkészül is, akkor a céltermizálásban vannak a dolgozók. Egy szolgáló vezetőülés is nagyon sokszor meghibásodik. Itt pont egy vezetőülés javításán... Már másodikán kezdtünk el javítani. Hát Emma 200-asokkal kezdtünk, abból van 4 darab. Van Emma 350-es, szintén 4 darab, az lett kijavítva. Átemelő szivattyúk lettek, Agrofil, FKT 100-as szivattyú ki lett javítva szintén. Hát alkatrész nem olyan sok van, javarészt abból javítunk.
amit a MÁV-tól hoznak kiselejtezett motorokat. Most jelen pillanatban bent van egy pajtás 250-es, hát ez is már olyan 25 éves lehet itt, alkatrész nincs hozzá, hát úgy összehozzuk, hogy egy nyarat kibír. Részben az IH-620-as vetőgépek javítása folyik. Nagyon sok problémánk van a vetőtárcsáknak a csapágyaival, nem mindig lehet beszerezni. Tömörítő kerekeknek a csapágyazása úgy szintén problémás, sok esetben műanyaggörgőket kellett helyettük betenni, és azt úgy csináltuk meg, hogy a vetés zavartalan legyen. Hát a jelenlegi raktárkészletünk kb. 3 millió forint, amiben raktárkészletünk van. Anyaggazdálkodásra ebben az évben még pontos adatot nem tudok, hát körülbelül olyan 19 millió forint körül alakul. Gépesítés hány forintot használt fel eddig ebben az évben a világban? Gépesítés? Ebben az évben körülbelül 2,5 millió forint az eddig elköltött. Megrendelt alkatrészeknek körülbelül 60%-át, ha megkapjuk, az már jó.